Köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sak magazinban, Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok. A megelőző adásunkban tudósítottam a kedves nézőket a megyei egyéni bajnokságokról, tehát a rendes partikban játszott megyei egyéni bajnokságról, a villámsak egyéni bajnokságról és a rapidsak egyéni bajnokságról, tehát a megyei egyéni bajnokságokról, beszámoltam az MB2 állásáról, beszámoltam a megyei első osztályú csapatbajnokság ötödik fordulójáról, és bemutattam az Ivánsz Cselben egy kiváló partit, amelyet az NVSC játékos a Balogamisi játszott. A mai adásunkban, elnézést kérek Balogamisitől, azt javasolom, hogy ugorjunk szintet, avagy több szintet, tekintsük meg, hogyan játszanak a világklasszisok. Egy igen régi, de emlékezetes partit szeretnék bemutatni most a kedves nézőknek. 1978-ban Magyarország megnyerte a sakkolimpiát Portis Lajos vezérletével, a negyedik fordulóban a magyar csapat a spanyolokkal csapott össze. A második táblán egy másik világlaszt is, a későbbi világbajnok jelölt, Ribli Zoltán szuper vezette a világos, parti, a világos figurákat, ellenfele pedig Arturo Salamancsa Pomár, egy korábbi csodagyerek volt, természetesen ő is nemzetközi nagymester volt. A partiban a réti megnyitás került terítékre, nem magyar a névadó hangzása ellenére. Rihád Réti egy cseh nagymester volt, száz évvel ezelőtt élt és alkotott. A 20. század elején találta ki, népszerűsített az úgynevezett réti megnyitást, amelynek az eszméje a szájra fejlesztett világos futó nem egyszer mindkét két szányra fejlődik, gyors könnyű tisztfejlődés és a centrum gyalogokkal való későbbi birtokba vétele jellemzi ezeket a megnyitási változatokat a réti megnyitásban. Különféle változatai és rendszerei vannak, Ribli Zoltán pedig okkal és joggal választotta ezt a megnyitást. De hát nézzük akkor a partit. Ribli nagymester 20F3-mal nyitott, amire 20F6 volt a válasz. Ezek után G3 következett, amivel Ribli nagymester bejelentette, hogy olyan megnyitást kíván játszani, ahol a világos futója a H1A8 átlón kíván játékba avatkozni, Pomár nagymester, tehát futó g2 következik majd. Pomár nagymester ez ellen úgy gondolta, hogy a d5 pont, tehát a nagy átló gyaloggal való betömése lesz a megfelelő ellenszer, d5 öt lépett. Futó g2. És itt ugye több rendszer játszható meg sötét részéről. Pomár nagymester a legstabilabbnak tartott e6-os rendszert választotta ami kifejlődéssel a D5 pont, tehát az A8H1 nagy átló zárva tartásával igyekszik operálni. E6 következett tehát, rövid sánc, huszár BD7. Nos, huszár BD7. Itt a fő változat a futó E7 lett volna, nagy nagymester azonban nyilván tudomással bírt arról, hogy Ribli Zoltán nem csupán a, a sakban világlaszt is, hanem a sakhoz tartozó megnyitás elméleti felkészültségből is világlassz is, tehát Ribli nagymester híres volt elméleti iskolázatságáról, tudásáról, és nem kívánta valószínűleg Pomár nagymester megtudni, hogy a főváltozatban Ribli Zoltán boszorkány konyhája milyen halálos mérget főzött ki a számára, hanem igyekezett eltérni a fő változatoktól ritka folytatást választott ezzel a Huszár B.D. d 7 tel Nos, Ribli Zoltán, mint említettem, nem csak a megnyitás elméletben volt világos, is, hanem a konkrét játéktudásban, finom tervek találásában is d 4 folytatta, és következett B6. Pomár nagymester tehát futó B7-tel igyekezett vitába bocsátkozni a H1A8 nagyátlón, és erre következett egy következetes lépés C4. Természetesen nem üthető az a gyalog, mert hogyha sötét D5-ről C4-re ütne, akkor Ibli nagymester az F3 huszárját azonnal E5-re tehetné, és megkérdezhetné Pomár nagymestert, hogy mit szeretne tenni az A8 bástyájával, tehát kötelező volna huszár üteőt, gyalog ütevőt, és ütésben volna az A8 bástya, valamint az F6 huszár is. Máskülönben, ha pedig a bástyát mentené, akkor huszár, tehát bástya AB8, akkor huszár E5 C6-tal mettet jelenthetne Ribli nagymester a sötét vezérnek, tehát, tehát C4-re Futó B7 volt a megfelelő válasz. Ilyen uh, igénytelene folytatással, mint hogy uh, C7-C6 most hadd ne foglalkozzak, hiszen akkor ugyan mikor avatkozna a játékba az a sötét futó a, a H1-A8 nagy átlón, hogyha két gyalog is betömné azt. 5 D5, gyaloggal beütött ribli nagymester uh, D5-re, és... Uh, elgondolkodhatott Pomár nagymester, hogy mivel üssön vissza D5-re huszára ütött vissza. Hát természetesen lehetősége lett volna az E6-gyaloggal is visszaütni, de az betömte volna a b álló futónak az átlóját, és, és lehetősége lett volna ilyen esetben Riblinek felvonulni egy Huszár C3-mal, Huszár E5-tel, futó F4-jel, vagy futó G5-tel, egy olyan változatba terelve a játékot, amivel átalakult volna egy ilyen vezérindiai-szerű állásba ez a réti megnyitás, ahol világosnak határozott előnye. Van, tehát Pomár nagymesterét itt már valószínűleg izzadhatott a magyar világklasszis ellen, hogy mivel is üssön be. A futóüt D5-nek is lehetne, lehetnének hívei, de arra Huszár C3 jönne természetesen, ezért ugye a könnyű tisztel ütött vissza Pomár nagymester, Huszár D5. Na most mi is lehet Sötétnek a játékterve, tehát Sötét szeretné majd a C5 felszabadító, centrumot tisztázó lépést meghúzni. Úgy okoskodik Sötét, hogy most ha Bástya vagyis gyalog E4-et lépne, akkor a Huszárral visszalépne E4-re, huszár akkor Huszár C3-mal meg kellene védeni az E4 gyalogot, és arra C7-C5 tisztázhatna. Tehát ha pedig ugye Huszár F6-ra E4, E5 következne, ebben az esetben a Huszárral visszalépne D5-re, és a C5 megint csak fenyeget, a D5 pont birtokában sötét szinte kiegyenlítene. Ezért nyilván magabiztosan léphet ezt a huszárű d 5 Pomár nagymester, Ribli Zoltán azonban egy rendkívül finom lépést tett, Bástya F1-E1 aki viszonylag kevéssé járatos a megnyitás elméletben és a játék pozíciós megítélésében, még akár nem is értené, hogy pontosan miről is van szó. Aki mondjuk nem egyszer játszott már Grünfeld védelmet, a centrumképzőrendszer nagyon jól tudja, hogy milyen nehézségek elé állhat abban az esetben sötét, hogyha vissza kell lépnie F6-ra, hogyha világos úgy tudja megőrizni a stabil gyalogcentrumát, hogy igazából nem tud ellenlökést végezni. Nos, a lényeg az, hogy ezzel a bástya e 1 úgy készíti elő a, úgy készíti elő az E4-et Ö, Ribli nagymester, hogy a Huszár f 6 visszakozás nem sok mindent ad, mert arra következhet a már említett Huszár c 3 felvonulás, és ö, még valami. Még valami, tehát egykönnyen nem szívóskodhat ö, ö, Pomár nagymester, hiszen fejlődő lépéseket kell tennie, és ö, az Evona kinyitása a későbbiekben megmutatkozik, hogy miért is lehet halálos. Tehát Bástya e egyre Pomár nagymester futó B4-et játszott. Futó B4-et igyekszik elűzni a, a, az E1 bástyát. Ha most például futó D2 következne, arra jöhetne futó D2, huszár D2, majd C5. Ribli nagymester azonban nem csupán a, a megnyitás elméleti felkészültségben világlasz is, nem csupán a konkrét játékban, hanem a pontos változat számításban is. Ribli nagymester bizonyos mértékű időtartamú gondolkodás után egy kontralépést tett, tehát futó G5. Na most itt elkezdhetünk filozofálni azon, hogy mit léphetne erre világos illetve világos ezen lépésére sötét. A huszár F6 nem mutatkozik teljesen jó lépésnek, a gyalog F6 lépés az megint csak megtenné a maga hatását, tehát elgyengülne a, a sötét állás az e vonalon, és kénytelen kelletlen, hosszas töprengés után, miután végig számolta a változatokat sötét, futó e hét visszakozás történt. Futó e hét azzal, hogy következhetne futó e hét, és tovább. Azonban Ribli nagymester tovább folytatta a, a centrumharcot. E, tekintsük meg azért, hogy világos tulajdonképpen már majdhogy nem befejezte a, fe, a, a fejlődését, sötét pedig még nem sáncolt el. A tapasztalt sakkozók jól tudják, hogy milyen e, fontos dolog az esetleg középen, király középen rekedését elérni, tehát hogy maradjon középen a megtámadott király, és ebben az esetben az E1 bástya már a támadásra készen állhat. Suma Ribli nagymester e 4 folytatta a küzdelmet. E4. Következett futóüt G5. Arra számolva, hogy huszárüt G5 következik, vezérüt G5 például, ö, gyalogüt D5 és vissza lehet ütni D5-re, és a futóval és olyan túl nagy baja nincs, hiszen futó d 5 re vezérű D5 válasz lehetséges, majd rövid sánc és C5-re lehet törekedni. A Ribli nagymester ugye nem csupán az általános sablonos jólépéseket, hanem a ritka kivételeket is meg tudja találni, a beütött D5-re. felhördülhet a, a néző, megdöbbenhet, hogy micsoda, hiszen ö, ö, éppen erről volt szó, hogy a G2 futó azért került G2-re, hogy uralkodjon a H1-A8 nagy átlón, és akkor most átadja a D5 pontot a sötét futónak, ö, Ribli, hiszen futó üt D5 következhet. És akkor most ugyan mit ö, kíván lépni a magyar klasszis? 20 C3-mal akarja elzavarni a futó, de az rajta marad a nagy átlón. Ribli nagymester tovább számolt. Következett huszárüt G5, és erre jött futó G2. Meg kell, hogy jegyezzük, hogy ugye a, a vezér út G5 sem lett volna teljesen egészséges ö, sötét számára, egy viszonylag hosszabb változatban abban ö, ö, anyagot veszített volna, és ezért ez volt a kisebbik rossz a futóüt G2. Ö, Ribli nagymester nem ütött vissza azonnal a G2 futóra, hanem egy közbeiktatást végzett. Ugye most gyaloghátránya van, huszár üt, e 6 lépte, Huszárüt E6, és a megtámadott vezérnek el kell onnan lépnie, és egyetlen értelmes válasz lépése van a sötét figurákat vezető nagymesternek, Ugye a vezérrel nem léphet el például E7-re, mert arra a Huszárüt C7-sak is vezérvesztés lenne a következménye, máshová sem léphet el, mert arra is következhetne például Huszárüt C7, sak bástja, hanem a gyaloggal kellett azt leütni, gyalog üt e És király üt G2. Na most, hogyha megnézzük az állást, akkor azt mondhatjuk, hogy világos helyreállította az anyagi egyensúlyt, azonban konkrét kifejezett támadási célpontjai vannak. Ö Középen rekedt a, a sötét király, Ö, igen gyenge az E6 pont, az E6 gyalog, azon komoly támadó terveket lehet szőni. Sötét vezér F6-tal lehetővé tette, hogy esetlegesen ne csak rövidre, hanem hosszúra is sáncolhasson a megtámadott király, egyúttal védte az E6 gyalogot is. Ö, vezér G4 következett. Amire ö, tovább nem védhette már az E6 pontot, ö, sötét, igyekezett ö, elsáncolni. Hát tehetett volna akár olyan lépéseket, hogy 20 F8 például, de hát ugye a, a nagysakkozók nagyon jól tudják, hogy mik azok az állások, amikre ne, amikbe nem szabad belemenni. 20 F8-a például lehetőség van vezér E4, megtámadva az A8 bástyát, annak ellépését követően D5 kötés kihasználó lépést tenni és visszanyerni a gyalogot. De hát inkább Pomár nagymester bedobta az E6 gyalogot, csak helyezhesse biztonságba a királyát, tehát következett hosszú sánc. Ribli nagymester a bástyával kasszírozta az E6 gyalogot, bástya üt E6, és következett Vezér F7. Huszá C3-mal folytatta a, a világos tisztek harcbadobását Ribli nagymester, az a huszá természetesen C3-ról indulhat további támadásba. Huszá C3, amire bástja HF8. Az F vonalon szeretne taktikai szúrást leadni ö, Pomár nagymester, amire ez ellen védekezni kell. Lehetőleg úgy védekezni, hogy az egyúttal kiváló támadó lépés is legyen. Vezér E2 következett. Király B8-al sötét kivétte a vezér H6 sak lehetőségét, és erre következett B Bástya E1 tehát Ribli nagymester dominál az E vonalon, lassan megoldja az F2 pont védelmének a problémáját, és király elleni támadásokat szöveget. H5-tel igyekszik felnyitni a világos királyt sötét, amire következett Huszár D5. Huszár F6-tal szeretne cserét elérni, a sötét figurákat vezető spanyol nagymester, huszár F6, azonban ez nem megy olyan könnyen, hiszen riblinek ö, igen kiváló lépések állnak a lehetőségre, a rendelkezésére, vegyük tekintetbe, hogy sötét bár hosszúra sáncolt, király állásában a világos pontok rendkívül gyengék. Huszár B4 mutat rá erre, hogy nagyon gyengék a... a világos pontok sötét királyállásában, Huszár B4. Fenyeget ugye a rettenetes ö, ö, sakkadás, illetve a hetedik soron való behatolás Bástya e 7 ezért Bástya D 8 at húzott a spanyol nagymester, mert ugye Huszár C6 sakkbástya is fenyegetett. Ribli nagymester beadta a Huszár C6 sakkot, ezzel ráterelte a királyt a, a B7 mezőre, hiszen hiszen más alig ha, le, volt lehetséges király, király C8-ra például vezér A-sak jöhetett volna, és most következik vezér F3. Egy átló feltárásos anyagnyerő kombináció látszik megvalósulni, ezért most lépett a spanyol nagymester vezér, király C8-at, hiszen huszár C6-D8 saksek volt lehetséges, és úgy tűnik, hogy most kimegy a, a, a kombinációk lehetőségéből a sötét király, ribli nagymester azonban huszár előttel megadásra késztette a spanyol nagymestert, villámgyőzelmet aratva. Nézzük is meg, hogy a huszár előtt lépés miért is jó. A huszár ellenőrzi az E7, a D7 mezőt, a bástya ellenőrzi az E7 mezőt, a huszár támadja az E7 vezért, és amennyiben ö, sötét, például leütné az E6 bástyát, vagy nem engedné leütni a vezérét, akkor világos a vezér a 8 mattolná a sötét királyt, tehát a vezérvesztés miatt a spanyol nagymester feladta a küzdelmet, Ribli nagymester az olimpia negyedik fordulójában kiütéses győzelmet aratott. Kedves nézőink, el kell még, hogy mondjam, hogy az idei év, a 2020-as év egy jubileumi év is, ugyanis a magyar sakkozás első ö, világklasszisa néhai Maróci Géza nagymester 150 éve született, és ö, a szegedő származó nagymester ö, jubileumi éve ez. Maróci Géza volt az, aki a 19. század végén, 1895-ben szerezte meg a nemzetközi mesteri címet, és rögtön már a rákövetkező években a világklasszisok sorába lépett. Az 1900-as évek elején, bár nem jutott el addig, hogy a világbajnokkal megmérkőzön, azonban a legeredményesebb ö, versenyjátékos volt, tehát ö, ha nem lett volna az akkor, keveset sakkozó Emmanuel Lasker a világbajnok, akkor Maróci Géza lett volna a nevezük úgy a világversenyek világbajnoka. Tehát egy, egy extra klasszis pozíció stílusú sakkozóról volt szó, aki, aki alkotott a megnyitás elméletben is, és a most következő partiban a vezérvégjátékok elméletéhez járult hozzá egy alkotásával. A világos figurákat az amerikai világlassz is Frank James Marshall vezeti, akinek Maróci nagymester mumusa volt. Egy egyenlőnek tűnő vezérvégjáték látható az állásban, amelyben Maróci nagymester vezeti a sötét figurákat. Marshall beadta a vezér D8 sakkot, Király H7 az egyetlen értelmes jó lépés, nem ajánlatos vezéres at húzni. Vezér D3 sakk, G6, és következett vezér C3. Maróci nagymesternek természetesen nem ajánlatos vezércserét végrehajtani, finom pozíciós manőverekkel fejleszti tovább az állását, vezér D5, következik A3, és vezér D1-sok. Itt van a kutya eltemetve, kedves nézők, ugyanis Maróci nagymester ezzel a vezért, a világos vezért, e egyre kényszerítette, és ezek után fonalasan fog gyalogot veszíteni Marsal. Vezér D3, könnyű kivédeni ö, ö, de nem egyszerű. Hiszen ugye, ha a vezér E2-re lép, akkor vezér B1 csak, vezére 1 és vezérült B2, ezért marsalnak el kellett dugni a királyát G1-re. Ezek után jött vezér C2, és marsalnak tovább kellett eldugnia a vezérét, védenie kellett a B gyalogot, az pedig csak A1-ről teheti meg. Vezér A1. A5, G3, a4, leszorítva a vezérszányi gyalogjai világosnak, F4. Kisé sz, ö, laza már a, a világos gyalogállása a királyszárnyon, király G8, H3, H5, H4. Ezzel lerögzült minden, és következik a vezérek helyzete miatti erőkülönbség kihasználása. Király G7, király H1, vezér F2, fenyeget ugye leütni a G3 gyalogot, vezér G1, vezérült B2. Tehát itt a korábban apostrofált, korábban jelzett gyalogvesztés, vezér C5, B4. Nem üthető a gyalog, mert akkor sötétnek az A4 gyalogja hamar vezérré változna, ezért f kénytelen a, sötét a zavarosban halászni marsal, F5, E5, F5, E6, gyalog üt A3, E üt F7, király F7. Most Marsal még az örökös sakban reménykedik, vezér C7 sak, király E6, vezér C6, király E5, vezér ö, üt A4, A2, vezér A8, király D5, ö, vezér D7, király E4, vezér C6 sak, király E3, vezér C5 sak, király D4, vagyis vezér D4, vezér A3, vezér D3, és itt marsal feladta, hiszen ö, amennyiben ö, ö, leütni az A2 gyalogot nem tudja megakadályozni a vereséget a, a királyszági gyalogjainak az elvesztésével. hozzáteszem, hogy következhetne vezérütá kettő, vezér f 1 majd király H2, és például vezér F2-vel vezért is lehet cserélni, és megnyerni a gyalogvégjátékot. Maróci nagymester ezzel a vezérvégjátékával jelentésen hozzátett a vezérvégjátékok elméletéhez. És most, kedves nézőink, remélem sokat tanultak a vezérvégjátékok elméletéből, tudják, hogyan kell centralizálni a vezérvégjátékban a vezért. Nekem azonban el kell, hogy búcsúzz, el kell, hogy búcsúzzak, mivel elfogyott az időnk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!